Pár nap múlva családi hétvége és parázsvarázs. 10. alkalommal versengtek a tűzoltók a Dunaparton. 14 csapatos ovifoci kupa a római óvodában. Köszöntöm nézőinket, Önök a D Plus TV híradóját látják. Közeledik a 2018-as családi hétvége programsorozat, amely már 14 éves múltra tekint vissza. Az alsó Dunaparti rendezvényről Cserna Gábor polgármester és Kis András, a Turinform iroda ügyvezetője adott bővebb tájékoztatást a helyszínen. A családi hétvége már május 25-én pénteken kezdetét veszi az alsó Dunaparton 17:30-tól különféle fellépőkkel, mint a Margaret Island vagy a Cartago. Szombaton pedig megkezdődik a parázskupa, majd a parázsvarázs grillparty. Ezután pedig további fellépőkkel találkozhatnak az érdeklődők a színpadon, például Pápai Jocival vagy Deák Bill Gyulával. A szervező Turinform iroda munkatársai már a hét elején elkezdték az építkezést a helyszínen, és a színpad is hamarosan elkészül. Nagyon jól állunk, igazából az ütemezett tervnél bő egy nappal előrébb vagyunk, most már csak a nagy diszkósátor van vissza, illetve az áramkiépítés, azon kívül nagyjából mindennel meg vagyunk így infrastruktúra szempontjából. A programok már egy jó pár hónapja összeálltak, az is egy hatalmas szervező munka volt összeszintetizálni, hogy minden korosztálynak, mindenkinek a kedvére tudjunk tenni, és szerintem ez idén is sikerült. A vasárnap a gyerekeké. Légvárak, trambulinok, kézműves játszóház várja a kicsiket, majd a kéz a kézben fogyatékkal élők esélyegyenlőségi napjával várják az érdeklődőket a szervezők. Este 9:30-kor felengedik a világító lámpásokat, hogy az eltűnt gyerekek is hazataláljanak. Városunk önkormányzata, mint minden évben, idén is támogatja a rendezvénysorozatot. Érdeklődőként, séptálóként, vásárlóként, kilátogatóként, barátként, rokonként, városba látogatóként több szoktuk ugye felmérni, közel 10 000 emberről van szó. Önkormányzatunk 16 millió forinttal támogatta az idei évben közgyűlési döntéssel a rendezvény, és közel 2 millió forinttal külön a vasárnapi esélyegyelőségi napot. Ezen kívül valamennyi támogatónak, nagyobb és kisebb cégeknek megköszönöm a segítségét. A szervezők arra kérik a programra gépkocsival kilátogatókat, hogy az alsó Dunapartot mindenképpen az óváros felől közelítsék meg, valamint felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy közvetlen buszjárat fog közlekedni a fesztivál helyszíne és a városközpont között. Közeledik a fesztivál szezon, ami nagyon jó szórakozási lehetőséget biztosít szinte minden korosztálynak, de sajnos nem csak pozitív oldala van. A nagyszabású szabadtéri rendezvények hulladékának csaknem 70%-át az egyszer használatos műanyag poharak teszik ki. Ez az adat önmagában is hatalmas, nem beszélve arról, hogy kevés olyan fesztivál van, ahol a szelektív hulladék gyűjtés megoldott lenne. Mindenképpen reménykedésre ad okot, hogy azért akadnak olyan programok és események, ahol már végleg száműzték a műanyag poharakat, evőeszközöket és tányérokat is. Mindemellett a szervezők néhány helyen arról is gondoskodnak, hogy lebomló vagy újrahasznosítható poharak, evőeszközök és tányérok legyenek a fesztiválon. Immár 10. alkalommal rendezte meg a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság közösen a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal a lépcsőfutó versenyt a Dunaparton. A résztvevőknek teljes felszerelésben kellett időre felérnie a lépcsősoron. A Dunaparti lépcsősoron a víztorony közelében rendezték meg a 10. lépcsőfutó versenyt a Fejér megyei katasztrófavédelem és a helyi hivatásos tűzoltók tagjai számára. A versenyzőknek csizmában, nadrágban, kabátban, kesztyűben, sisakban és légzőkészülékben, tehát a teljes védőfelszerelésben kellett időre felérniük a lépcsősoron, amely egy 10 emeletes lakóházhoz hasonló. Annak idején ugye Budapesten meg Pécsen már futkostak a tűzoltók, egyik másik versenyen mi is részt vettünk. És 10 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy milyen jó lenne itt a városban is. Az első ötlet az volt, hogy annyi középmagas épület van, majd valamelyikbe futunk. De ezt elvetettük, és azt csináltuk, hogy szétnéztünk itt a városban, de nem is kellett nagyon, ugye egy csodálatos Dunapartunk van, ami egyből adta az ötletet, hogy akkor fussunk itt. A megmozdulás célja, hogy a legtöbb Fejér megyei tűzoltó részt vegyen a megmérettetésen, hiszen a lánglovagok számára fontos az állóképesség, amelyet itt lehet a leginkább gyakorolni. Mivel teljes felszerelésben lépcsőznek, ez imitál egy lépcsőházban történt tűzesetet, ahol elengedhetetlen az erő és a kitartás. A jelen versenyünkön
30 fő vesz részt. Székesfehérvár, Sárbogárda, Dunajvárosban az hivatásosoktól, illetve Bicskére az önkormányzati tűzoltóságról is érkeztek versenyzők, valamint a Dunafer és a papírgyári létesítmény tűzoltók is. Természetesen a megye igazgatóság csapata mellett. A versenyzés mellett a tűzoltók találkozhattak azokkal is, akiket régen láttak, így a bajtársak közötti kapocs is megmarad. A jó hangulatú megmérettetés végén ajándék pólóval és meglepetés tortával készültek a szervezők a versenyzők részére. A felhasználók javaslatait, észrevételeit is várja a katasztrófavédelem a vészhelyzeti értesítési szolgáltatás fejlesztéséhez, mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Hajdú Márton ismertette, 4 éve üzemelték be a rendszert, azóta már átesett egy komolyabb ráncfelvarráson, de a fejlesztésekhez továbbra is várják a felhasználók, közöttük az újságírók tapasztalatait is. A visszajelzéseket folyamatosan gyűjtik, és ha lehet, a következő frissítéskor beépítik a rendszert. Elmondta azt is, hogy egy-egy katasztrófa idején ugrásszerűen megnő a vész applikáció felhasználóinak a száma, akár 60-70 ezerre, nyugodtabb időszakban pedig körülbelül 20 ezeren lehetnek. A vész program segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, a figyelt útvonalak, megyék vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről. Az alkalmazással a dugók is elkerülhetőek. A gyermeknap közelettével 3. alkalommal rendezték meg a római óvodában a sportnapot, idén viszont rengeteg izgalmas program mellett az Ovi Foci Kupa első fordulóját is itt rendezték meg, amelyen mind a 12 tagóvoda, illetve a Baracsi és a Kulcsi óvodások is részt vettek. Az óvodákban érthető módon nagy hagyománya van a gyermeknapi mulatságoknak, hisz mindenkinek fontos, hogy az óvisok maradandó élményekkel gazdagodjanak. 3 éve azonban a római városrészi intézményben elindították az úgynevezett sportnapot, amelynek az egyik kiemelkedő célja, hogy az apróságokat megmozgassák és a sport szeretetére neveljék. Azért szeretem, mert jó játszani és hallani, hogy örülnek a játékosok, és sok gólt lehet szerezni. Jókat lehet csinálni, és az a kedvencem a kézilabda. Évről évre 2 óvoda volt jelen eddig, a városrészben ugye a Dunaparti óvoda található még, és őket szoktuk meghívni ellenfélnek, és hogy ők is jól érezzék magukat, mert nekik pici a helyük, tehát nem lehet ilyen szép pályát felállítani, meg ekkora tömeget se lehet ott mozgatni. És hát innen indult ez az ötlet, hogy akkor legyen egy városrészi megmérkőzés gyereknappal egybe kötve. Ugye a gyereknap arról szól, hogy játszóházak, ügyességi vetélkedők, lufi fújás, tehát bármi olyan, ami a gyereknek tényleg nagyon jó, és jó érzése tölti el, és nagyon élvezi. Aztán bekapcsoltuk a DLS-nek a programját, Petás Gábor megkeresett, hogy szeretnék az óvodákat mozgatni. És akkor ezt az időpontot találtuk, hogy akkor legyen egy gyereknappal egybe kötött sport délelőtt, de akkor ne 2 óvodát, hanem mind a 12-t mozgassuk meg, illetve 2 vendégcsapatot is fogadtunk, az apostagiakat és a kulcsi kisovisokat. Lessing Leitner Fruzsina, a körzet képviselője, fontos feladatának tartja, hogy valamilyen formában minden évben támogatni tudja a gyermekeket, illetve az intézmények gépparkjának fejlesztéséhez is évről évre hozzájárul, többek közt a támogatók felkeresésével. Tavaly egy trambulint szerzett az óvodának, most pedig egy kültéri libikóka beszerzését intézte el. Nagy örömömre szolgál, hogy 3. alkalommal ugye az idejében is megrendezhetük az Ovi Sportnapot, aminek a keretében az Ovi Foci Kupa első fordulóját megtarthattuk. Hát nekem felhőtlen boldogságot ad a gyerekeknek a jó kedve, és a körzet képviselőjeként én szeretném ezt a hagyományt életben tartani, és hát minél több eszközparkot fejleszteni az óvodás gyerekeknek. Eredményhirdetés előtt a kicsik pizzát ebédeltek, majd az összes résztvevő gyermek érmet kapott, csapatonként pedig egy-egy kupának is örülhettek az óvisok. Kiemelt híreink következnek még egyszer, röviden. Pár nap múlva családi hétvége és parázsvarázs. 10. alkalommal versengtek a tűzoltók a Dunaparton. 14 csapatos Ovi Foci Kupa a római óvodában. Híradónkat látták, most időjárás jelentés következik. Érkezik Főcer Amóna, akitől megtudhatjuk, milyen időre van kilátás a következő napokban. A Hír Pluszban az Ovi Foci Kupáról tekinthetnek meg egy bővebb összeállítást. Utána Tóth Veronika várja önöket Szépkor című magazinunkkal.
Anyagainkat és műsorainkat újra megtekinthetik a www.dplustv.hu honlapon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket, záporos, zivataros idő, helyenként hevesebb zivatarokkal. Csütörtökön a napos, gomoly felhős idő mellett ismét több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarok ezen a napon is előfordulhatnak. Időnként megélénkül az északi, északkeleti szél, napközben 24-30 fokot mérhetünk. Pénteken kezdetben nyugaton, északnyugaton lehet csapadék, majd délután változóan felhős, napos időre és szorványosan kialakuló záporok, zivatarokra készülhetünk. Északkeleten élénkülhet meg az északkeleti szél. Délután 22-29 fok várható. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!